nagyon erősen tudatlan akkor nem, de ha úgy normálisan, akkor mindig száraz volt a trikó, mert kupon száradt. Télen meg sokszor szó szerint 5 kiló volt, amit levettem. A sok réteg ruha, főleg utána, hogy vizes vagy, és hogy ne fázzál, mert hogy még futsz egy-két órát, akkor ugye több rétegkel, akkor még jobban izzasz, de akkor már nem fázol, csak nagyon nehéz lesz egy idő után a ruhád. Nagyon jó. Bárkinek valamilyen élménye a otthoni gyakorlással? Nincs. Judit? Miklós mondja, hogy te háromszor is meghallgattad az egyik. Igen. Egyiket. Mi történt? Hogy háromszor is meghallgattad? Meséld el nekünk. Hát, egyrészt a végén felé elaludtam, és akkor ez kimaradt, és akkor meg én szeretem ismételni, hogy újabb dolgokat felfedezni. De ilyenkor csinálod is, vagy csak hallgatod? Hallgatom, és ettől... Ezt szeretem csinálni is közben. Bálint, te csinálod kicsit otthon a dolgokat? Szoktam az utóbbi időben kicsit elkanászottam, de néha szoktam. Értem. Ildikó? Csekély eredménye szerintem. Nem, de csinálod ilyen értelemben. De miért mondod, hogy csekély eredménye? Megmondta. De én nem hallottam. Nem, mert maximalista, és elégedetlen önmagával. Hol érzed, amikor egyedül csinálod? Jó az alakom. Inkább férd be. Szóval ez a tal kevésbé, ahogy mondok, hogy ez lenne a kiindulás. Igen, nem baj. Nem baj. Mindenkinek, hogy mondjam, megvannak a saját... Úgy is mondhatnám, hogy elsődleges tennivalói, meg megvannak a saját nehézségei. Tehát amennyiben nem ismerjük meg ilyen értelemben is önmagunkat, akkor nincs is esélyünk utána kiegyenlíteni dolgokat. Tehát kiegyenlíteni csak attól, amit megismertél. Tehát először meg kell ismerni, és én direkt nem azt mondom, hogy gyenge, hanem először azt ismered meg, amivel jól sikerül kapcsolatot teremteni. Hiszen egyszerűen nem is érzed, amivel rosszul sikerül kapcsolatot teremteni. Tehát itt aztán nem azt mondhatom, az életben mindig azt mondják, hogy a hibáidat javíts ki. Tehát érted, ez a mai világ, ez egy kicsit abba az irányba ment el, hogy nevezzük meg a problémákat. Érted? És akkor na arra egy stratégia, hogy az összes problémát hogyan fogjuk... maximálisan. Hát ugye elhangzott korábban valakitől, nem tudom, vagy Miklóstól, vagy aki mástól, hogy ugye egy ilyen kutat vagy csövet érez a sarkadtakkal. Hát én nem. Volt a másik gyakorlat, hogy érints meg a bukádat. Igen. Valóban. És akkor egyszer sikerült, és akkor te azonnal reagáltál rá, hú, de jó. Mire a Niki mondja, hogy pingpong? Azonnal megsemmisültem, hogy akinek ez így megy, nekem meg egyszer összejött. De ez nagyon jó, mert arról szól az egész, hogy közben azt is megtanulod, hogy legyél elégedett azzal, ami már megy. És az összes többit... Egy a 3 másodpercig annyira büszke voltam. És az összes többit meg tud elengedni. Tehát ezt is tanuljuk közben, hogy olyan dolgokkal ne foglalkozzunk, amelyek most nem tartoznak ide. Tehát most sem az nem tartozik ide, hogy más hogy érzi, sem az nem tartozik ide, érted? Amit még millió egy dolgot, mivel elkalandozós a vagy, tehát ahová elkalandozik, az se tartozik ide. Most az tartozik ide, hogy valahol már érzed. Ahol érzed, ott ezeket a különböző minőségeket tudod észrevenni. Tehát ez mindig arra gondolj, hogy a legspirituálisabb irodalom az mindig úgy néz ki, hogy szerelmes verseket írnak. Tehát
arra gondolj, hogy van egy olyan területe az életnek, amit a ma csak úgy hívnak, hogy intimitás, de tulajdonképpen egy spiritualitásnak lehetne hívni, ahol csak arra fókuszálnak, ahol már tudunk kapcsolódni. És az összes többire nem figyelnek oda. Tehát arra figyelnek oda, ahol már tudunk kapcsolódni. Tehát ezt is tanuljuk közben, hogy merjük elfogadni, hogy már valahol tudunk kapcsolódni. Ha azt elég jól, nem tudom máshogy mondani, hogyha én ezt csak így figyelem meg, de soha nem dugom be a egyik végét, ugye, akkor egy tolva a másik végét a számítógépbe, akkor ezt azért nem nagyon tudom használni. Tehát többfajta, mondjuk úgy, hogy pozíciójába, vagy többfajta kontextusba meg kell figyelnem, és valahogy utána már adja magát, mivel ezen kigyullad egy lámpácska, hogy kapott töltést, érted? Tehát, hogy akkor tovább tudok lépni. Tehát ez úgy van, hogyha megfigyelsz valamit, most mindegy, hogy a térded, vagy más, vagy a bokád, és azt, ha jól megfigyeled, akkor az egy idő után, hú, ezzel kapcsolatban van, hú, azzal kapcsolatban van. És akkor, érted, saját magát adja a felfedezés. De ha te elvárod sematikusan, hogy pont ilyennek kéne lennie, vagy pont olyannak, nem fog soha megismerni. Tehát valahogy, amit megfigyelsz, ha elég jól megfigyeled, akkor rögtön adja a kapcsolatait is. És akkor azon tudsz haladni. És te máshogy fogsz haladni. Tehát nincs két egyforma, ezt a legkomolyabban mondom, hogy nincs két egyforma csikung élmény. Tehát neked is másod minden nap az élményeid, de a többieknek meg teljesen más. Tehát ennek ellenére van benne közös. És ha nem benne közös, én nem tudnék reagálni arra, hogy most éppen valakinek sikerült. Tehát van benne közös, de sem nekem nem jut eszembe, szerintem sem annak, aki már bárki így komolyabban foglalkozott így dolgokkal, hogy a másik pont ugyanazt az utat fogja bejárni. Tehát föl sem merül. Ne is várd el magadtól. Se itt, se máshol az életbe, hogy pont ugyanazt az utat járod be. Nem vagyunk gépek. Tehát ilyen értelemben ez a mai gépiesített szemléletmód, ez tényleg csak az ipari termelést akarja szolgálni, és erre nevelik rá a gyerekeket, és ebbe próbálják minden szinten beszoktatni így az embereket, és ezért mondják, hogy az se jó, ha valaki vezeti az autót, most már legyenek csak önjáró autók, mert hogy azok akkor teljesen egyformán tudnak menni, érted? Tehát mint a villamos a sínen, tehát icipicit tud dölöngélni, de olyan nagyot nem, tehát azért többé-kevésbé követi a sín. De mi emberek vagyunk, tehát élő lények vagyunk. És ha megnézed az erdőben, nincs két egyforma fa. Ezt most a legkomolyabban mondom. Tehát, hogy ennek ellenére fölismered, hogy melyik milyen fa. És pedig a levelük sem egyforma. De mégis vannak minták, amiket fölismersz, és azokat a mintákat rögtön hozod. Nem azért, mert sokat gondolkodtál rajta, csak egy idő után az... Hát, érted? A minta felismerés így működik. És... Ez nagyon jó, hogy már valahol érzed, és akkor próbáld ki, hogy azáltal, hogy körbejárod azt, ahol már van kapcsolat, ő automatikusan följárja neked az ő további kapcsolatait, és azon tudsz haladni. És előbb-utóbb bejárt az egész, mondjuk úgy, hogy meződött. Tehát egy picit más szemlélet, de én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb tanulsága. Most túl azon, hogy nem tanulságért csináljuk, hanem tényleg azért csináljuk, hogy kapcsolatba kerüljünk magunkkal. De a legnagyobb tanulsága ennek az, hogy nem várhatunk el olyan sémákat, amilyenekre idáig rá akartuk szoktatni magunkat ilyen-olyan, hogy mondjam, külső ráhatással. Mert ez nem belülről jön. Tehát belülről senki nem akar soha gépé válni. Tehát ez nem belülről jön, hanem valamilyen külső hatással. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Ica? Hát köszönöm, gyakorlok. Én magamhoz képest úgy érzem, hogy eljövök. Haladok. Hát ez az igazság. Hát nem csak diplomatikus, azért az Icában van egy, mondjuk úgy, hogy egy olyan... Kérsz még ilyet bele? Van még, köszönöm.
egy olyan töltet, hogy ő már azért hosszú évtizedek óta, mondjuk úgy, hogy módszeresen, vagy állandósultan, vagy hogy úgy mondjam, már zsigerből, na ez a legjobb szó talán. Tehát ő már azért eljutott oda, hogy ő már zsigerből figyel a dolgokra. És azért nem minden diplomatikus, ami szerint. Tehát, de van egy része, ami diplomatikus is. Jó, veszem. Hát, rá, jó. Nem, hát, rá, rá, tudom vonalni. És otthon te így ezt magaddal így meccselsz, vagy mit csinálsz? Én nem vagyok rajta azon, amin ők rajta vannak. Én nekem nincsen anyag, nem tudom, miről beszéltem. Na most csak arról beszélünk, hogy otthon szoktál egy gyakorolni. Egyszer beleálltam este, amikor sötét volt az araszon a mezővel. Igen. Faállásba. Igen, mert ott vannak fák is. Uh-huh. És utána, amikor kicsit úgy éreztem, hogy túl kint vagyok a térbe szétszórodva, akkor... sarokkapcsolódás. Igen, mert olyan kell, hogy nem tudtam felvenni, biztos az egyen majd emlékszik, amit most mondtál az első két-három percig. Miklós felvette. Tényleg? Uh-huh. Akkor ezt szeretném, mert ott nagyon sok olyan hangzott el, ami nagyon fontos volt nekem az elmúlt egy hétre. Tehát ugyanezen a folyamatokon emlékszik. Ez a kapcsolódás saját magadhoz. Mert hogy szét vagyunk szórulva a többieknek a aspektusaiba, és akkor ott könnyű úgy elveszni. De és akkor ezzel a visszahozod magadat, megfigyelem a talpam, tehát a fizikai inger kapcsolódás, ez nagyon hatékonyan tud vissza központosítani. Van egy javaslatom, mielőtt folytatod. Tedd meg, az nem egy olyan nagyon jó szék, hogy ezt ülszed. Ezt a széket, ennek a görbő széknek a helyére rakod. Tehát... Ne, gyorsan, nem. Nem, egyszer egyet mondom. Azt vidd ki. A görgöt húzd annak a helyére. Az ott maradnak is. Igen. És azt a széket tedd a görgőnek a helyére, és arra ülj. Ide, 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 még közelebb. Ez az. Pont jó. Nem, nem, jó olyan vagy. Olyan, egy kicsit fordítsad így. Ez az, így jó. Így jó. Így, akkor nem nézed ám a licát, és akkor minden jó magaddal foglalkozol. Nem, te nem zavarod. Nem, nem, ő zavarja saját magát. De ő ezt tudja is. Igen, mit csinálod? Na jó, és szoktál egyébként így kicsit így nyugiba odafigyelni a sarkadra, bogádra egyébként? Igen, csak tesztem a kérdést, meg sem tesztem. Teszteld le, hogy? Hát nekem ez a legnehezebb feladatom, hogy befele fordítsam az összes pontra, ami kint van. Tehát nekem fordítva azt érzem, hogy fordítva vagyok, behúzalózva. Mindenki így van manapság behozhalozva. Nem, nem annyira különleges, igen. Nem a különleges, igen. Mert azt mondod, hogy... Na, no, azt számít, hogy mit mondok, szoktad-e csinálni, vagy nem? Igen. Nagyon jó. És mit szoktál érezni, amikor csinálod? Azért koncentráltam most a alsó tanítjámra behúzni. De nincs meg az a... De nem kell húzni oda semmit. Ott érdemes csak úgy lenni. De először érdemes a bokádat jól érezni, sarkad, bokád, azt a részt. Azt a részt. Tehát amikor mondják, hogy állj a sarkadra, figyelm. Tehát, hogy legyen az embernek egyfajta, hogy kiálljon magáért, egyfajta tartása, vagy régen úgy mondták, hogy tartása van. Akkor kicsit zavarva vagyok. A tanításokkal.
mert az agyamban az van a gondolat, hogyha központomban vagyok, amihez segít ez a folyamat, csak azért gondoltam arra, hogy a központ, tehát abban... Igen, de hát tudod, hogy van? Nem. Az ember, ha fölindul a hegycsúcsra, akkor először alul indul el, és akkor az egy idő, amíg elér a csúcsig. Tehát mondjuk a központ, ha a csúcs, ilyen értelemben a hegycsúcs, akkor először az ember még, hogy mondjam, az olyan laposabb, aztán kicsit dombosabb, aztán kicsit még van erdős, izgalmas vidékeken megy, és a sziklás meredekebb részes csak később. Ha csak ez a válasz igazából arra, ami, amiért nem tudom megtartani bent, amiért benne van ez a húzás, hogy oda szeretnék eljutni, és megvisem az érzés, hogy milyen érzés van, csak nem a szerencségből megy, hanem az akarályból. Legyél egy picit először jóval így magaddal, és azért próbálok ilyen egyszerű helyeket mutatni, mert ott könnyű magaddal jóba lenni, és rögtön jó élményed van, és rögtön olyan élményed van, hogy te jó vagy. Tehát azért az is egy lényeges élmény, ha figyelitek. Figyeljétek egy picit a sarkat meg a bokát. Az az élmény, amikor azt érzed, hogy a térdedik, tehát térd is ilyen, az érzés az egész egyszerűen olyan, hogy ez jó. Tehát, hogy szóval nem hiányzik ott semmi. És abban a pillanatban van egy ilyen élményünk, hogy ez jó, hogy ott nem hiányzik semmi, kezdünk a helyünkre kerülni, mert ez jó. Ezt kell megtanulnunk elfogadni, mert ez a legnagyobb problémája a mai, nehezen tudom ezt a szót kimondani a mai helyzetre, hogy kultúrának, de a mai katyvasznak ez a legnagyobb problémája, hogy ezt egyszerűen soha nem ismeri, hogy valami jó. Hanem mindig szóval még. És természetesen ez így van az összes úgymond fejlesztéssel, mert állandóan van egy újabb, nem? Mire borból kihozod, teljesen mindegy, hogy mi az. Addigra már garantáltan van egy újabb. De aznap. Tehát miért kihoztad a borból? És azt hiszik az emberek, hogy ahhoz kell mindig hasonlítani, hogy lehetne máshogy. De nem ahhoz kell hasonlítani, hanem ahhoz kell hasonlítani, hogy ez nekem jó. Tehát ez nekem elég. Na, ez aztán végképp azt hiszem, hogy nem ismeri a nem? Embere, hogy elég. És amikor elkezdesz így magaddal kapcsolatban lenni, akkor ezt megismered. És ahogy ezt megéled, egy icipici helyen éled meg. Tehát a testednek csak először csak egy pici részében, és az összes többi, mintha azt mondanám, hogy tehát leesik a kő a válladról, hogy tulajdonképpen jó. Még van dühös leszek az iskola rendszerre. Bejött. Tessék? Semmi, bejött a pusztító részem. Bejött balról. És csinált egyet az iskola rendszerre. Úgyhogy. Ezért szerintem fontosak az élmények, mert ha nincs meg maga az élmény, hogy is mondjam, csak szavak ismételgetése nem elég. Most Ildikó, például érzem, hogy ha akarod, akkor tudod érezni, hogy összeérnek a lábujjaink. Úgy is lehet mondani, hogy azt érzed, hogy az enyém odáig elér, de mindegy, hogy érzed, tehát azt érzed, hogy összeér.
finoman kezd megváltozni a meződ, ha ezt a jó érzést átéled, és engeded, hogy vezessen, mert megmutatja magát. Tehát nem tudom máshogy mondani, hogy szó szerint a mi kis részeink, amelyikre már odafigyelünk, az megmutatja magát, és megmutatja a kapcsolatait, megmutatja az ő mindenféle kis aktivitását. Nóri, te hogy érzed, amikor ezeket csinálod? Én ezt a általad említett jót érzem, és ezt élem nagyon. Magammal való kapcsolatban is, és a teremtett világgal, és a meg nem nyilvánult világokkal ezt a jót. Én téged általában azért nem kérdezlek, mert na, azt látom, hogy már, hogy mondjam, tehát nagyon sok rétegével így a világ mindenségnek így rögtön kapcsolva vagy. Igen. A tiszta jó az összekült, mint az. Hogy érzed? Ennek ellenére érdekes megfigyelni, hogy mennyire fontos, hogy mégis valamennyire a saját, mondjuk úgy, hogy testi működéseinkkel is jóba legyünk, mert mintha azt mondanám, hogy buborék marad a savanyú káposztába, tehát ahol levegő buborék marad, ugye, mivel az egy anaerob erjedési folyamat, tehát ha valahol levegő buborék marad, az nem jó, mert ott viszont beindulnak más kémiai folyamatok. Tehát, hogy akármennyire is már távoli kapcsolataink vannak, a tapasztalatom az, hogy fontos, hogy mégis az már minden porcikánkkal jó legyen a kapcsolatunk. Mert ha ilyen buborékok maradnak belül, azok akkor egy kicsit más csinálnak. Azok a részek. Tehát ott megromolhatnak dolgok. Szóval kicsit úgy, mint a főzésnél, hogy egyenletesen kell, hogy működjenek ezek a dolgok. És ez sok idő, mert vannak még egyszer helyek, amelyekkel könnyű a kapcsolat, és vannak helyek, amelyekkel hosszabb barátkozás szükséges, talán így tudnám mondani. Vagy hosszabb várakozás talán. Tehát, hogy néha ki kell várni. Megnyíljon. Ha kicsit úgy is gondolhatsz magadra, hogy ha hosszú évek után, mintha adaptálnál, tehát örökbe fogadnál egy kivert kutyát, és akkor az valamennyi idő, hogy minden szinten elfogadjon. Tehát először persze fél egyáltalán nálad lenni, akkor egy idő után megszokja, hogy van egy helye, ahol ott nyugton lehet, de az hosszú idő, hogy mindenben elfogadjon. Tehát egy kicsit ilyen, hogy annyira nem foglalkoztunk a testünkkel, hogy ez hosszú idő, hogy mindenhova oda jussunk. Tehát, hogy mindent fölkínáljon. Tehát ugye, mert máshogy nem tudjuk ezeket a dolgokat megfigyelni, csak ha hagyjuk, hogy a mi kis porcikáink fölkínálják, hogy gyere ide is. Tehát, hogy megmutatják magukat. Egy kicsit úgy, mint amikor a bimbó kinyílik, és akkor a virág megmutatja magát. De vannak olyan bimbók, amik sokáig bimbók maradnak, tehát hogy lassabban nyílnak ki. Figyeld a bimbóidat. Sok kis. Képzeld el magad, mint egy ilyen nagy kertet, ahol nagyon sok virág, sokféle sok virág, nagyon dúsan, ez lehet sokkal-sokkal dúsabb, mint bármilyen kertben valaha, amit láthatnánk,
nagyon sok pingó, de még várnak. Még várnak arra, hogy az a finom megfigyelés, amit a jelenléted ad, az a finom meleg, tehát te vagy az ő napsugaruk, és akkor ők utána még ezt az utolsó lépést megteszik, hogy a bimbóból virág is legyen. És akkor mindig arra figyeljél, hogy neked egy különlegesen dús kerted van, és ebben a különlegesen dús kertben különlegesen sok szeretet kell, hogy ők mind. Nem tudom összehangolni a légzést a megfigyelésen. Az magától jön. Elég megfigyelni. Tehát, akkor tudom, hogyha megálltam a... Tehát egy pillanatra meg úgy érzem, hogyha szülézek, akkor így kimegy a... hogy elmondja, akkor megáll, és akkor tudom... Igen. És azt nem tudom, azt, tehát hogy ezt erre koncentrálnom kell. Igen, tehát inkább arra kell figyelni, ha valamire, mert a csikunkban, hál' Isten, a légzés az beáll magától, inkább arra kell figyelni, hogy ne vegyél levegőt. Tehát, hogy kifújtad, és ne vegyél levegőt. Akkor az, mert azt csinálom. Tehát az a jó, ha kell segítened, hogy nem veszel levegőt. Mert akkor térnyi. Nem mondjuk úgy, hogy akkor nem foglalják el ezek a dolgok a figyelmedet. Gyerekkoromban arra jöttem rá, mindig felszaladtam, jó hetedikén laktunk, felszaladtam, és nem szerették a szüleim nyilván, minek? Hát legalábbis anyukám, hogy minek szaladsz a lépcsőn. És akkor rájöttem, hogyha kifolyom a levegőt, és nem veszek, és akkor ezt mondjuk így tartom a felszaladás után 20-30 másodpercig, akkor utána elmúlik a légszom, attól, hogy nem veszek levegőt, és akkor... Nem beszélsz. És akkor nem lesz észre, akkor nem lesz észre. Igen. Ugye a légvétel nagyon erősen reprezentálja a szellemi tevékenységet, ugye? Tehát van a test, a lélek, meg a szellem, és hát ezek a mindegy, hogy szelleminek vagy agyinak mondom, tehát ezek a túlzott túlingereltsége a felső kalóriumnak, tehát ennek a felső rendszernek vagy a szellemnek, ez leállítható, ha nyugisan veszünk levegőt, ezért is van sok olyan irányzat, ahol légző gyakorlatokkal foglalkoznak. Itt a csikunkban nem nagyon kell, majd meglátjátok, hogy ahogy a csivel foglalkozol, ez teljesen automatikusan beáll. Sőt, sokkal kevesebb levegőre van szükséged, ha a csivel foglalkozol.
Most már érzed mindenhol, nem Judit, a változást, tehát hogy van, mintha azt mondanám, hogy körülvesz egy olyan mező, ami már egy picit magától működik. Bálint, nálad is alakul egy kicsit egy ilyesmi, viszont azzal tudod segíteni, hogy még megfigyelsz ilyen kardinális pontokat. Tehát lábadba is figyeld meg az ízületeket, az összes ízületet, meg összes kontúrt, összes végződést. Sípcsontodnál is, térdednél is, tehát ülőgumóknál is, ahol ülsz, ott is tudod érezni. Ez az. És akkor ezzel intenzíven. És így könnyebb, Miklós, hogy így föltetted a lábad? Így most jó. Térdem egy kicsit fáj, és valahogy így jó. Így most úgy érzem, ugye nem a lábaimból érzem, hanem valahogy így. Ilyen alulról, igen, igen. Hát ezért csinálják, igen. Mert ők nagyon a gerinc körüli folyamatokra fókuszálnak. Nyugodt érzés, Ildikó? Kicsit ellazultál. Ez jó. Ez nagyon fontos. Tehát nálad sokszor, most ebben a fázisban, ez nagyon fontos, hogy ezt így jól meg tud élni. Most a tárcottában tart, és a tokkal végül. Igen, de a legfontosabb, hogy azt látni, hogy jobban, tehát hogy jobban vagy magadban, tehát nyugodtabb az egész, pihentetőbb, így tudom mondani. Ez a legfontosabb most ebbe a részbe. Az összes többi majd meglátod, az jönni fog. Ez nagyon jó, hogy van ez a pihentető élményed. Meglátod minden kis részed örömmel, tehát így, mint amikor akarja, hogy a virág, hogy nézed a pompáját, tehát csak ez kell, ez most nagyon jó, ez a nyugodt állapot.
Bálint, megy, hogy jobban figyeled a csontokat, az ízületeket, a végig? Igen, most a talpamban jól érzem. Uh-huh. Különböző csontokat, meg a lábujjakat. Nagyon jó. És figyeld meg, hogy mennyire sokfélék. Tehát egy kicsit úgy, mint amikor az erdőbe át kell menni egy ilyen vízmosás, vagy patakos részen, és az olyan sokféle az a kis rész is. Nagyon jó, mentsük el ezeket a jó élményeket, nagyon sok jó élmény fölhalmozódott, és ugye azt mindig mondom, hogy nyugodtan lehet segíteni a kezeddel is, mind a két kezeddel, jobb és bal kezeddel is, tehát a lányok az óramutató járásával megfelelő irányban tudnak, ugye egy spirál tulajdonképpen egy lerajzolni, ami segíti, hogy beáramuljon, tehát hogy az élményeink azok újra megélésre kerüljenek. A fiúk meg az óramutató járásával ellentétes irányban, ugye tudják, ha gondolják így, segíteni ezt a beáramoltatást. De lehet úgy is, hogy csak oda teszed a kezed, később úgy is, hogy csak megfigyeled a dolgokat ott bent is. Ugye? Tehát itt tudja a másik irányba, az óramutató járásával megegyezően. Nem, mert merre jár az óra? Nem.
akkor jár, ha veled szembe van. De ha te vagy az óra, akkor, ha te vagy az óra, akkor nem. Fönt megy balra. Hát én most fönn voltam. Nem baj. Erre van egy ősi példa, most ezt éljétek meg, tudod, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy akkor ő is elkezdi ismételgetni az élet istenének a szavát, de véletlenül a halál istenének a szavát ismételgeti, ugye, hogy jama, és akkor jama, úgyis átfordul majába, tehát mindegy, hogy kezdjük. Nem, most már ezeket a dolgokat. Arra? Arra szeretném, mert most zavarva a rendszerem a körözése, hogy azt mondták a tibeti tanokat, de ez a csakrához van, hogy a nőknek a tóra járása ellentétes. De a különböző csakrák különböző. Jó, tehát hogy ezek nem... Ennél egy kicsit differenciáltabb. Nekem ez most így, tehát akkor inkább azt mondom, hogy egyik sem megy át a szűrőm, nem tudom, hogy... Mondjuk úgy, hogy ez az alsó tantjénre vonatkozik, az alsó tantjénnél. Ugye, tehát ha én egy óra vagyok, mintha ott lennék, nem tudom, hogy lennék a falon, óra, ugye, tehát erre van az óra mutatójárásának megfelelő, és erre van az óra mutatójárásával ellentétes. Hát, egy óra az, nem tudom, hát azért láttatok már órát, tehát ez azért annyira nem különleges élmény. De simán úgy is lehet, ahogy itt csináltuk. Csak van, akinek ez segít, tehát aki... Itt hétfőn dolgoztam egy olyan, ennek a könyveknek a szerzőjével, francia hölgyel, akinek ez nagyon sokat segített, hogy csinálhatja így kézzel is. Tehát, hogy a végén így összegerevészheti a dolgokat. Mert itt egy nagy töltsét csinál az ember, és akkor ezt úgy jobban tudta érezni. És akkor utána éreztem, hogy oda, akkor most oda besegítette a dolgokat. És akkor mondtam, hogy ugye a nők azok 8x8 kört, tehát egy olyan tölcsér, ugye, ami 8 kör a spirálban, a férfiaknak 9x9 körös. Ilyen betölcsérezést csinálhatnak, hogy oda bevezetik a dolgokat, és akkor ez neki nagyon segített, mert azért mondtam, hogy aki mentálisan így nagyon érez mindenféléket, annak az segít, hogy most érzi, hogy most onnan is, tehát hogy kapcsolatba került ezekkel a vibrálásokkal, és akkor érzi, hogy egy kicsit úgy be segítette. Mert utána egyfajta megszilárdulást érez az ember, tehát ha itt, amikor átéled, akkor érzed, hogy valahogy az egész, azok az élmények, azok a minőségek, amiket átéltél, azokat érzed, hogy most tényleg a tied. Tehát, hogy valahogy jobban azonosul vele az ember. Az is egy segítség, hogy ide rakod a kezedet. És különböző ilyen segítségek vannak, és nyilván a kéznek ez a finom áramlása, meg melege, ez is ott tud segíteni. Nagyon jó, azt mind vezess be a biztos kérdésedet. Nagyon jó. Én tudnék még egy segítséget adni, utalva egy régebbi megjegyzésemre. Aha. Azt mondtam, hogy sokat fogsak. Ennyi csak egy krémet? Nem, egyszer mondta, hogy volt az, hogy a gondolja csak egy krémre, belső mosoly. Igen. Igen.
Egyébként az is nagyon segít, bármelyik részében majd ezeknek a különböző belső utazásoknak, belső megfigyeléseknek, a csikungnak bármelyik részében, ha a szemedből ezt a jó érzést először is megéled, de aztán oda tudod vezetni bárhová. Most azért szoktam először mindenképp az arcot, mert ezt lehetne máshogy is kezdenünk és máshová vezetni, az arcot mondani, mert az egy nagyon jó érzés, amikor az embernek az arcába ez a bizsergés megvan. Próbáljátok ki? Megint a szemből. És amikor érzed, hogy már így a homlokod elkezd feszíteni, már alig várod, hogy ide is leérjen, és akkor a szádnál, amikor az ajkad bizsereg, amikor az állat bizsereg, akkor olyan finoman megváltozik a nyálad íze. Tehát az a bizsergés már ott belül is van a szádban, és érzed, hogy a nyálad teljesen átitatódik ezzel a finom energiával, akkor le tudod nyelni, és komolyan utána már természetesen nem a nyál, hanem a csinyerődik tovább, utána egy következő, megint gyűjtő az energiát, és a következő nyeléssel lejjebb viszed, és oda tudod vinni, ahova akarod. Tehát mint egy ilyen finom, mint amit a kezed között tudsz érezni, hogy van egy olyan kis labdácska, egy ilyen finom kis csí labdácskát oda tudsz vinni, ahová csak szeretnéd.
és most próbáljuk meg, ne hagyjátok a gondcsátok, ugyanezt csinálni, mintha bennülnél az alsó tantjánbe, és ott, ahogy ülsz, ott a szemed tudja tovább áramoltatni ezeket a finom dolgokat. Ez a sokrétűsége a szervezetnek, meg így a csi áramlásának, ami mindig biztosítja, hogy kapcsolatba tudjál kerülni vele, meg hogy egyik fajta kapcsolat így is, úgy is valahogy kapcsolni fog a többi mintához a szervezetben, tehát az összes többi kapcsolatát segíteni tudja. És akkor látod, az itt már azt csinálja, hogy a sok finom fölhalmozódott energiát, azt már oda vezeti, ahol úgy érzi, hogy még jó lenne, ha hasznosulna. Tehát nagyon sokszor, ilyenkor végén elmentetted, már minden jó, de még a kezedben nagyon-nagyon sok finom csí van, és azt oda tudod tenni, ahol éppen úgy érzed, hogy neked a legjobb lenne, ha hasznosulna. És ez nem feltétlen ott. Szóval ezt mindig érzed majd, hogy hol jobb. Egyébként ilyenkor meg lehet érezni, hogy a csípő nem vérnek szokták, gyerekek is, mások is a csípőre tenni a kezüket. Itt nagyon jól tudja szintén hasznosítani az ember a csípőjén az energiát. Éreznek, hogy mindenhova oda megy, ahova kell. Bemegy egész mély helyekre is, tehát ott is nagyon jól van a elektronikus kezdve, ott a szakrőnyelkel is idő.
köszönöm, hogy eljöttetek. Mi köszönjük a kormányt. Ez önmagában ez a fajta nyugodtság, ez a fajta csak úgy jól el vagyok magammal, ez higgyetek, ez önmagában egy nagyon nagy érték. Tehát ez lehet csak az alapja annak, hogy utána olyan értelemben építkezzünk, hogy azok tényleg mi vagyunk. Tehát nem mindig a külső elvárások után futunk, hanem hogy mi vagyunk. Szerintem nagyon jó, amikor sikerül elérni ezt, mint most, ahogy sikerült elérni, hogy csak úgy. Szóval látszott mindenki azért megízlelte, hogy milyen jó csak úgy lenni. Úgyhogy ezt érdemes megbecsülnünk, mert különben nem fogunk semmit értékesnek tartani az életben. Na, azok a dolgok utána értékesek, amik ehhez kapcsolódnak, tehát amik ezt segítik, vagy ezt kiterjesztik, hogy ezt mindig megéljük, ezt az alapélményt. És a szemnek a használata, mint csíforrás, az szintén, tehát viszonylag egyszerű. De azért továbbra is mondom, hogy az alap, hogy legyen kapcsolatunk tulajdonképpen a bolygóval, és ahhoz az kell, hogy érezzük a sarkunkat, bokánkat, talpunkat, tehát nekünk azt valahogy el kell fogadni, hogy minden erre épül, hogy most itt vagyunk ezen a bolygón. Tehát, hogy enélkül nem nagyon működnek a dolgok. Tehát, hogy ez a ilyen értelemben, amit így életnek nevezünk, ez az élet alapja. Hogy a léleknek mondjuk ez a fajta megnyilvánulása, tehát ez ebből táplálkozik, ez nagyon fontos neki. De a szemet is lehet így folyamatosan használni, tehát ezt most jól sikerült, úgy láttam. Tehát viszonylag használni. No jó. Akkor ők kocsánat. Na és akkor mikros?